a szabolcs szatmár bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság kiemelt fő előadója, Kormos Róbert tűzoltó százados iparbiztonsági kategóriában az évtisztje kitüntetést vehette át március 13-án Budapesten. A vegyészmérnök végzettségű szakember elsősorban iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos feladatokat végez. A katasztrófavédelemnél többek között veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatokat lát el, de a katasztrófavédelmi sugárfelderítő egység munkájában is aktívan részt vesz. Az iparbiztonsági szakterület a három fő szakterület, alszakterületre tagozódik. Ez az egyik a veszélyes üzemek szakterület, a másik a veszélyes áruszállítás, a harmadik pedig a kritikus infrastruktúra védelem. Ezekhez kapcsolódóan rengeteg hatóság és szakhatósági jogköre van a katasztrófélnek, valamint ezen túl a katasztrófai mobil labor és a katasztrófai sugárfelderítő egység, mint ilyen felderítő, beavatkozó egységek támogatják a terepi munkát, vagy amikor valamilyen baleset, esemény történik, ott végzik el akár hatósági aktusokat is. A tűzoltószázados 2009-ben került a Polgári Veszélyhelyzet kezelési osztály állományába, jelenlegi munkakörét 2012-től látja el a hatósági osztályon. 2021-ben a Szabolcs-Szatmárberegi csapat tagjaként első helyezést ért el az Országos Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő versenyen, most pedig az évtisztje kitüntetést vehette át kimagasló teljesítménye elismeréseként. Nagy megtiszteltetés ez számára, mint mondta, a fejlődés és felkészültség elengedhetetlen az iparbiztonság területén, ezért tudásának folyamatos fejlesztésével az új kihívásokra koncentrál. A hatalmas elismerés, hogy országos szinten így gondolták a, a katasztrófődremnél, ez nem jelenti azt, hogy most le lehet állni és egy féket behúzni, hanem további fejlődés szükséges. Itt főleg a veszélyes üzemek, meg a többi szaktövet kapcsán is a fejlődés folyamatos, új szakmai anyagok jelennek meg, új kihívások jelennek meg, új típusú üzemek jelennek meg a megyében is és országosan is, úgyhogy ezekre fel kell készülni, hogy maximálisan el lehessen látni a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. A háromgyermekes édesapa szakmai felkészültsége országosan is kiemelkedő. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is számos esetben támaszkodott tudására és proaktív szemléletére. Több nemzetközi szakirodalom fordításában és módszertan kidolgozásában is részt vett. Tudását folyamatosan bővíti, járt már szakmai kiküldetésen az Egyesült Államokban, Németországban, Portugáliában és Norvégiában. A közeljövőben Belgiumba készül egy szemináriumra, ahol több nemzet képviselője előtt tart előadást.